Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! A Vosinszky Mór Megyei Múzeum rocktörténeti pódiumbeszélgetés sorozatának következő témája a legendás Omega együttes volt. Az együttes alapító frontembere Kóbor János énekes-producer volt a vendég. Az Omega majdnem 6 évtizedes életművének több eddig nem publikált, de legalábbis kevésbé ismert részletére is fény derült. Ennek a rocktörténeti sorozatnak a címében szerepel gúzsba kötve, vagyis a szocializmus éveinek korlátaira kérdez rá a rocktörténész műsorvezető, mert egyes kortárs zenészek a műfajt, illetve őket kísért ideológiai ellenérzésekről, az ellenük foganatosított korlátozásokról is szóltak. Kóbor János éppen ellenkezőleg számolt be erről saját tapasztalatai alapján. Az a borzasztó egyszerű megfejtés, ami két embernek a mondásából alakult. Tehát a Rákosi az azt mondta, aki nincs velünk, az az ellenségünk. Tehát az ellenünk van. Pont a fordítottja, aki nincs ellenünk, az velünk van. És tulajdonképpen mi nem voltunk ellene. Az énekeszenész állítja, a Kádár korszak kultúrpolitikáját irányító Acél György már egyáltalán nem tekintett ellenségesen a rockzenére. Ahogy azt már az elején sejteni lehetett a Megyei Múzeum rocktörténeti pódium beszélgetésének sorozatában, hogy kevés lesz a rendelkezésre álló idő, a 2,5 óra ahhoz, hogy a 60 évet felölelő Omega életmű taglalásakor a kérdező Csatári Bence és Kóbor János a zenekar egyik alapítója bepillantást adjon abba az 58 évbe, ami nemzetközi rocktörténeti kuriózumként is még mindig aktív Omega mögött van. Az 1962-es gimnáziumi zenekarként való indulás, a korai sikerek, az új tagok érkezése, na és a szocializmus kiteljesedése idején megvalósult 1968-as angliai túra, már, ahogy az Omega egyik sikerlemezének címével éljünk, időrabló volt. Az oratóriumok keletkezéséig, az immáron 3-4 éve készülő 17. nagylemezig, a Testamentumig már el sem jutott a múzeum könyvtárában zajló beszélgetés. És bizonyára még legalább negyed órát igényelt volna az Omegára jellemző 3 nagylemez utáni stílusváltás történései, amikor hosszabb időre például az akkori nyugat-német országban dolgozva elkészítettek a Belafonte cég megrendelésére a mindmáig 3 Space lemezt, a már említett időrablót, az azt követő Csillagok útján és majd a Gammapoliszt. Nem akarják, hogy sok mindenben hasonlítson a korszakos LP-khez a most készülő lemez. A modernséget próbálják belevinni filmzenés vonulattal, no és a mai népszerű amerikai bandák kemény stílusát is szeretnék belevinni, de az omegás hangzásvilágnak is érezhetően meg kell jelennie a Testamentumon. Az egész Omega érzésnek, vagy ahogy mondjam, hangulati elemeknek benne kell, és annak örülök, hogy aki ugye először hallja ugye az anyagot, véletlenül belehallgat, mindenkinek az első, hogy hú, nagyon omegás. Tehát, hogy a Gammapolisz is más volt, mint már a Csillagok útján, de az időrabló egész más volt, mint a 6-os lemez, a 4-es lemez egész más volt, mint az Éjszakai országút, a 10.000 lépés egész más volt, mint a Trombitás Fréli. Tehát az Omega az folyamatosan keresett érdekes kihívásokat a zenébe, tehát nem egy stílusban, hanem ami ránk hatással volt, megpróbáltuk azt visszatükrözni. Nem is mi fedeztük föl, a közönség, tehát akik szerették az Omegát, találták ki, hogy mi 3 lemezenként váltunk stílust. Tehát volt 3 beat lemezünk, 3 hard rock, 3 space, 3 ilyen progresszívebb. Most azt mondom, hogy most már ilyen totális zenébe kell gondolkozni, és ez a Testamentum, ez valahol ez lesz. Az utolsó koncert időpontját nehéz megjósolni, a most kitört koronavírus, maradjunk annyiban, nagyobb veszély, mint a meghatározó zenészek pillanatnyi egészségi állapota 70 fölötti átlag életkora. Azt szerintem egy ember, vagy nem ember, kivételével senki nem tudja, ha egyáltalán. Ebben nem nagyon foglalkozunk, azt sajnos persze, hogy figyelembe kell vennünk, hogy fiatalodni nem fogunk, de annak is nagyon kell tudni örülni, ha az ember még mindig tudja ezt viszonylag egy jó szinten csinálni, és az biztos, ha nekünk valami határt fog szabni, hogy szabad-e még színpadra lépni, az, hogy milyen
színvonalon és körülmények között tudjuk. Én úgy érzem, hogy most ez a testamentum még abszolút tud omega szintű lenni. Magas a mérce a végrendelet a testamentummal kapcsolatosan. Alig ha véletlen, hogy az elmúlt években készült egy-egy számot, amit a rajongók népes tábora a világhálón megismerhetett, utólag értékelve nem tartották alkalmasnak arra, hogy felkerüljön a feltehetően utolsó nagylemezre. Év végére a testamentum befejezését ígéri Kóbor János. Ha lennének szabadtéri koncertek nyáron és ősszel, tervezik, az új LP-ről is ízelítőként eljátszanának néhány betétdalt, és persze az új nyitányt és az új finálét is. Több mint egy évtizedes múltra tekint vissza az a vers és prózamondó verseny, melyet a Szekszárdi Garai János Gimnázium indított, és amelyik már túlnyúlik az ország határain is. A cél a versmondás népszerűsítése mellett a Tolna megyei alkotók művészetének életben tartása és megismertetése a fiatalokkal. Szeretném, ha volna Isten is megbüntetne. Kezemre verne, vagy a sarokba térdre feltetne. Leíratná velem százszor, szeresd, akik téged szeretnek, hogy ne vedd el jogtalanul az ő szeretetüket. De nincs Isten, csak a sátán. 13. alkalommal rendezte meg a Garai Napok keretében az Én Pannóniám középiskolás Kárpát-medencei vers és prózamondó versenyt a Szekszárdi Garai Gimnázium. A kiírás szerint a jelentkezőknek az első fordulóban egy videófelvételben kellett jelentkezni, és az elődöntőből 32 versenyzőt hívott a zsűri az előválogatót követően a szekszárdi döntőbe. Észrevétlen, szitáló, naphosszú, éjhosszú, monoton, koros felvetezés. Monoton, ó, csak zuhogna már, vagy villámot szülne. Küldene. Mert szép zene az is. A zápor, meg a dörgés, hogy érdemes fájva hajulni érte. Hát 13 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy nincs igazán középiskolásoknak szóló vers és prózamondó verseny országos szinten, és milyen jó lenne, hogyha kifejezetten ennek a korosztálynak indítanánk egyet, méghozzá azzal a céllal, hogy egy picit egy szűkebb régiót, Tolna megyét vigyük jobban be a köztudatba, irodalmi téren is, hiszen itt hatalmas költői egyéniségek voltak a mi megyénkben, Szekszárdon is, meg hát gondoljunk Babicsra, Illyésre, de hát a kortárs, illetve most már nem annyira kortárs, Baka Istvánra is gondolhatunk, vagy Lázár Ervinre, Mésző Miklósra, tehát hogy itt, és a fiatalok pedig, hát a padnak az alkotói szintén itt vannak. Úgyhogy szerettük volna azt, hogyha egy olyan verseny van, amivel egy kicsit népszerűsíteni tudjuk a Tolna megyei irodalmat, és úgy gondoltuk, hogy miután az iskolának vannak testvérkapcsolatai, tágítsuk ezt ki Kárpát-medencei találkozóvá, mert hogy nem is a verseny lett volna itt elsődlegesen a cél, hanem azt, hogy versszerető, versmondók találkozzanak egy napon, mutassák meg egymásnak, mit tudnak, hozzák el a legkedvesebb verseiket, és aztán ez így alakult. És akkor mindig valamivel bővült, évfordulóhoz kapcsolódtunk. Most például az idén ugye Trianon századra emlékezünk, és ezért a versenykiírásban az egyik kikötés az volt, hogy olyan témájú verset vagy prózát hozzanak, ami a trianoni kudarchoz kapcsolódik, vagy traumához kapcsolódik, illetőleg hát Tolna megyei természetesen legyen benne, és a harmadik vers pedig szabadon választott volt. Eleinte ugye ez csak egy helyi verseny volt, amit egy vagy két fordulóban tudtunk megtartani. Aztán az évek során úgy bővítettük, hogy az első forduló, vagy hát az iskolai fordulók után a következő forduló az egy videófelvételes megnyilatkozás volt, amit előzsűrizett a zsűri, és az alapján döntött el, hogy kik lesznek azok, akiket most már a döntőbe meghívunk. Ezen a versenyen minősítéseket lehet szerezni, bronz, ezüst és arany minősítést, illetve az arany minősítések között pedig még díjakat is osztunk, fődíjat, nívódíjat, talentumdíjat, reménységdíjat, és hát most már évek óta van egy úgynevezett közönségdíj is, amire tehát a jelenlévők, versenyzők és kísérőik szavazhattak, hogy szerintük ki volt a legjobb. És ex-oriente Samara de Luxban gördülnek új gen-min szekek felé. Örvendezünk hát, és nem is titok 88 telén.
Ne számold, mennyi rímet visszaloptam. Elég is ennyi. Némulok, szegény magyar. Kolti Helga színművész, a Versünnep Fesztivál egyik főszervezője, a zsűri elnökeként arról beszélt, látva ezeket a fiatalokat, biztos abban nincs veszélyben a versmondás jövője Magyarországon. Minden olyan alkalom, ünnep, ahol a vers van a középpontban, ahol a magyar líra van a középpontban, és ez egy nagy hagyományokkal rendelkező, nagyon magas színvonalú esemény, úgyhogy minden összefüggésében vers ünnep. Van egy-két tipikus probléma, én azt gondolom, hogy ezeknek az öme generációs probléma, meg a minket körülvevő multikulturális közeg okozta összefüggések, de nagyon izgalmasak voltak a versválasztások, nagyon sok jó képességű versmondóval találkoztunk, és hogyha ezek a versmondók a tovább lépés útjára kerülnek, akkor megvannak azok a rendelkezésre álló eszközök, amiknek a segítségével nagyon szépen tökéletesíthetik a képességeiket és a teljesítményüket. Én magam is látom, a versünnep 15 éves múltjából is egyértelműen látszik, hogy igenis van utánpótlás, és nagyon tehetséges, nagyon képességes gyerekek jönnek, akiknek fontos a vers, a versmondása, magyar nyelv, méltó képviselete. Megnyugodni, ha azt jelenti, hogy hátradőlünk a székben, és azt mondjuk, hogy mindent elvégeztünk, akkor azt mondom, hogy semmiképpen. Ha az a megnyugvás, hogy mindent megtettünk, amit tőlünk telt, azt meg kiki döntse el maga. Ilyen szempontból én nyugodt vagyok. De az látszik, hogy ez a folyamat mindig is gondozást igényel, és akiknek ez szívügye, azoknak oda kell tenni magukat teljesen. A versmondást remélhetőleg nem veszik el, mondja Kolti Helga. Lassan hungarikummá válik. Hogyha körbenézünk a nagyvilágon, ez a fajta a művészetnek, az előadó művészetnek, ez az ága, a pódium művészetnek ez a formája, ez tulajdonképpen kihalóban van. És az, hogy ilyen nagy számban van utánpótlás, azért az mindenféleképpen örömmel kell, hogy eltöltsön bennünket. Piros alma terem az alma fám, abból sem küldhetnék el nagyapám, pedig az ő faluja is hazám. Másképp lesz, ezt tudom. Nem sokára, ha megjövünk mi is akkorára, s együtt megyünk vissza az ő kicsi falujába. Visszaveszünk a kerti almafát, a zöld erdőt, az ős magyar hazát, a fehérhajú szegény nagyapát. A 13. Impannóniám Kárpát-medencei versmondóverseny fődíját Simon Petra Csenge, a budapesti Nemesnagy Ágnes gimnázium tanulója nyerte. Nívódias lett Sándor Zsigmond, a szekszárdi Garai János gimnázium tanulója, míg a közönségdíjat Tüdi Márka, a Ceglédi Patkós Irma gimnázium tanulója érdemelte ki. A tavasz beköszöntével olyan tárgyat állított ki a hónap műtárgya vitrinjében a Vosinski-Mór megyei múzeum, mely a virágokról szól. Az osztrák szerző Leopold Tritanik életét a botanikának áldozta, 10 000 példánnyal rendelkező növénygyűjteményét a bécsi udvari botanikai és természettudományi kabinetnek ajándékozta. Leopold Tritanik osztrák botanikus és mikrológus volt. Jogi, majd orvosi tanulmányok után 1806-ban az Alsó-Ausztriai Rendi Kollégium tiszteletbeli tájfitográfus címet adományozta neki. 1807-ben saját 10 000 példánnyal rendelkező növénygyűjteményét a bécsi udvari botanikai és természettudományi kabinetnek ajándékozta. 1808-ban kinevezték a kabinet gondnokának. Terjedelmes tudományos munkáit főképp növényekkel, virágokkal, gombákkal kapcsolatosan írta, melynek magas kiadási költségeit sokszor ő maga finanszírozta. Tritanik botanikai főműve a növénytani archívum mellett több, nagyon szépen illusztrált kötetet is kiadott. Műtárgyát a könyvtári gyűjteményből választottuk ki, méghozzá egy nagyon szépen illusztrált természettudományos témájú könyvet. Maga a múzeum könyvtára az a múzeum alapításával egyidős, tehát 125 éves. Az első kötetek tulajdonképpen ajándékozás útján gyűltek össze, és
Az első könyvek inkább régészeti, történelmi és ugye természettudományos témájuk voltak, ami azért érdekes, mert ma már sem természettudományos osztály, sem természettudományos gyűjtemény nem található a múzeumban, viszont néhány ilyen kis gyöngyszemre még rálelhetünk, mint ez az eredetileg 6 kötetből álló sorozat, ami nálunk itt a múzeumban 4 kötetben található meg. A kiállított kötet, ez egy német nyelvű munka, 1825 és 26-ban adták ki Bécsben az első kötetet, ami utána a másodikkal össze lett vonva. Leopold Rattini, ő egy osztrák botanikus volt, az ő műve magyar fordításban a német eredeti muskátlik új fajtáiról szól. A kötetek külön érdekessége, hogy minden leírás mellett egy-egy színes botanikai illusztráció is található, amely a növények formáinak, színeinek, textúrájának és részleteinek ábrázolását jelenti. A fotográfia feltalálása előtt az illusztrátorok rajzai jelentették a vizuális rögzítést. Az első növénytani ábrákat az ókorban készítették, a nyomtatott könyvekben való előfordulásuk csúcskorszaka 18-19. Század volt. A kézi rajzok után a nyomtatott kötetekben az első illusztrált szakmunkákban fametszeteket, az 1600-as években már fémmetszetekre vésett martrajzokat, réznyomtatványokat találunk. Tattini köteteiben a színezett táblákat Blasek rajzai nyomán metszették bele. A muskátlikról sok mindent lehet beszélni, hiszen rengeteg fajtája volt, ezért is emeltek itt Rattinik ugye a muskátli nemzetséget, hiszen ő a virágok közül nagyon sok fajtával rendelkezik, és rendkívül jól illusztrálhatóak. Ugye a botanikai illusztrációk is nagyon érdekesek, hiszen már az ókorban is megtalálhattuk őket, ugye a fotográfia feltárása előtt, ez volt a vizuális rögzítésnek az egyik módja. Az ókorban még kézzel készített rajzokat használtak, aztán ugye a könyvnyomtatás feltalálása után pedig először fametszeteket, aztán különböző fémre vésett mart illusztrációkat, nyomatokat használtak. Ugye ezekben a kötetekben is rengetegféle színes illusztráció található, ezek mind ugye esztétikai szépségükkel kitűnnek ugye az itt található régészeti, történelmi témájú kötetekből, illetve az, hogy növénytannal foglalkozik, ugye ez is itt nagyon ritka, illetve nagyon kevés kötetet találtunk. Maga a könyv is ipartörténeti műremek, gyönyörű kötésével és színezett lapjaival, igazi kuriózum. Ez a 6 kötet is ugye műremek, már maga a kötésével, a lapjaival, a színezett lapszéleivel, ugye egy 18. századi kötésben találjuk, maguk az illusztrációk, maga a betűtípus, ez mind-mind érdekesség. Ez egy félbőr kötés, ugye itt a gerincén is látszanak az aranyozott beírások, ugye itt a lapszéleken ugye itt is van bőrkötés, pedig itt is. Ha kinyitjuk, akkor itt látjuk ezt a későbbi kötést, ez egy nagyon jellegzetes bekötés. Az első lapon, tehát félig ugye gótbetűkkel, félig pedig ugye a ma használatos betűkkel íródott a főcím, ugye az egész német nyelven van. A következő oldalon a Német Kertészeti Társaságnak az ajánlását látjuk, és a továbbiakban több oldalon keresztül a szerzőnek a bevezetője van, amelyben nagyon nagyra tartja ugye a növénytant, a botanikát, milyen régi már, ugye például az ókorban is a kertészettel sokat foglalkoztak, a növényeknek a szépségével, a leírásukkal, a gyógyhatásaikkal. Hogyha utána egyet lapozunk, akkor a muskátliknak a többféle faja van leírva elég részletesen, és mindegyikhez van egy botanikai illusztráció. Tehát tulajdonképpen a könyv, ez a 6 kötet, ez mindegyike felsorolás, de elég bőven. Igen, tehát ez egy tankönyvhöz hasonlatos. Trattini könyveinek múzeumba kerülési körülményeiről nem sokat tudunk. A levéltárba vételük 1957-ben történt. A főleg régészeti és történelmi gyűjtők körül mai szakkönyvtár gyűjteményében e kötetek tartalmuk és esztétikai szépségük miatt külön érdekességnek számítanak. 3 évenként rendez a Liszt Ferenc Zeneiskola Szekszárdon trombitás napot. A találkozóra a megyei zeneiskoláknak tehetséges növendékeit várják, olyanokat, akikben megvan a tehetség a zenei pályára. A trombitás találkozó egyfajta felmérő a tanulónak és tanárnak egyaránt. Thank you.
A Szekszárdi Zeneiskolás nap előtörténete az, hogy a Liszt Ferenc Zeneiskola három fúvós tanára, akik 1985 óta tanítják a növendékeket, úgy gondolták, legyen egy olyan nap az iskolában, ahol a régió legtehetségesebb diákjai és tanáraik adhatnak egymásnak randevút. Ennek több mint 20 éve. És azóta, hogy 3 évenként megtartjuk, úgy néz ki, hogy ezt a kollégák is megszerették, mert egyre nagyobb létszámba jelennek meg a fiatalok, meg a kollégák is itt ezen a találkozón. Miért fontos? Hát, hogy megismerjük egymást, megismerjük, hogy a szomszédvárba ki hogy dolgozik. Azelőtt ugye régebben, amíg nem nagyon volt, hogy valaki külföldön tanult, nem nagyon jöttek be új módszerek, ismertük egymást, de most már a fiatalok a világ minden részéről tanulnak, jönnek, hozzák az új módszereket, az új darabokat, az új ismereteket, és hát jól esik így néha találkozni. Ugye sokakkal régen együtt muzsikáltunk, vagy évek alatt, most is itt leültünk, sztorizgattunk, mi volt ekkor, mi volt akkor, hogy szólt akkor a muzsika, hogy szól most a muzsika. Néha jól esik így összejönni a szakmával. Persze verseny ez a javából, a barátság mellett, és arra is alkalmas, hogy a tehetségek újabb fellépési lehetőséget kapjanak. A szakma szempontjából több okból is nagy jelentősége van egy ilyen versenynek. Most országosan zajlik ezeknek a versenyeknek a szezonja. Minden ilyen megyei verseny előképzettsége egy országos versenyre, amit novemberben rendez meg az oktatási hivatal. Tehát első sorban ez a verseny azt a célt szolgálja a gyerekeknek, hogy akik ott majd egy országos megmérettetésen indulni fognak, azok kellőképpen fel tudjanak készülni, kellőképpen színpadi rutint tudjanak szerezni egy ilyen megyei szervezésű versenyen keresztül. Egyébként másokból is sok-sok szempontból jelentősége van egy ilyen versenynek. Egyrészt a gyerekek színpadkészsége, színpadi rutinja fejlődik, másrészt megszokják azt a légkört, ami a színpadon van, megtanulnak behangolni, megtanulnak viselkedni, és ennek nem csak az az előnye, hogy egy ilyen versenyen szépen csiszolódik ez a technikájuk, hanem például egy továbbtanulás esetén egy egyetemi előadást kell tartaniuk, akkor ez megfelelő tapasztalatot kellő rutint szerez a gyerekeknek egy ilyen verseny. A megyei versenyek azért különböznek bizonyos mértékben az országosról. Tehát ezt úgy is nevezzük, hogy találkozó. Tehát van egy kis különbség a verseny és a találkozó között. Ide olyanok is jönnek, akik esetleg az országos versenyen nem jutnak el. Tehát nagyobb tömegekben szoktak idejönni, tehát olyanok is, akik lehet, hogy nem a legtehetségesebbek, de azért szeretnek muzsikálni, szeretnek versenyezni attól függetlenül, hiszen ez a szakma, a zenész szakma erről szól, hogy meg kell méretni magunkat. A zenészek egy ilyen álszent társaság, mert ugye mi nem sportolók vagyunk, mi nem versengünk, de hogy is nem. Korban a zsűri elvárása már az egy nagy dolog, hogy egy gyerek fel tud készülni két különböző stílusú darabbal egy ilyen versenyre. Ő ezeket a darabokat megtanulja kotta nélkül, ehhez próbálni kell, ehhez rengeteget kell gyakorolni, ki kell állni a színpadra, és az 5-10 perc, amit a gyerek a színpadon tölt, az nagyon-nagyon
pontos koncentrációval kell, hogy elteljen. Úgyhogy a zsűri már akkor, hogyha ilyen gyereket látunk, akkor nagyon-nagyon elégedett, de ezen kívül természetesen mi azt is figyeljük, én mint középiskolai tanár is, hogy ki az a néhány növendék, aki alkalmas arra, hogy zenei pályán tovább tanuljon. Tehát akiben valami plusz van, akiben egy zenei tehetséget látunk, aki nem csupán technikailag tudja magát hozni, hanem bele tud tenni egy olyan pluszt, amit igazából nem is lehet tanítani, amit vagy kapunk a Jóistentől, vagy bármi mástól, nevezhetjük genetikának, bármi másnak. Tehát ezeket a gyerekeket próbáljuk mi kiszűrni egy ilyen alkalommal. Drukkol a gyerek is, és drukkol a tanár is, és hát meg kell, hogy mondanom, ez eléggé megterheli az embert. Főleg az ember fiatalon úgy gondoltam, hogy ilyen idős korban már szakmáról mindent tudni fogok, nincs fönn, nincs len. Közben pedig, ahogy jobban telik az idő, az ember úgy jobban izgul, a gyerekért is, saját magáért is, egyáltalán a rendezvényért is. Igen, van druk, nem is kicsi. Igazából ez egy visszacsatolás ennek a sok-sok munkának a végén. Ez a verseny, ez számomra is nagyon fontos. Szerencsére most már a harmadik alkalommal tudok elindulni az ötödik korcsoportban. És hát az egyik legcsodálatosabb az egészben az, amikor 12 év tanulás után, ugyanis Szili Lajos tanárulnál 12 éve tanulok és dolgozok vele együtt, 12 év után is ugyancsak itt a zeneiskola falait között tudom magam megmutatni, és hogy a tanárulnak is meg tudom mutatni a fejlődésem folyamatát. Nagyon sokat jelent nekem, és a darabjaim is nagyon sokat jelentenek mind a tanárulnak, mint nekem. Nos, Kovács Szabó Áron munkája és együttműködése a pedagógusokkal ezúttal beérett, hiszen ő lett az idei trombitásnap fődíjasa. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!